hogy vagy? Ugye tudjuk, hogy kerettag vagy, de azt is tudjuk, hogy sérüléssel bajlottál. Teljesen rendbe jöttél? Igen, szerencsére meggyógyultam teljes mértékben. Szeretettel várom a világbajnokságot, úgyhogy ennél jobb hangulatom nem lehetne. Nem izgultál egyébként amiatt, hogy nehogy lemaradjak erről az életem egyik legnagyobb eseményéről? Féltem, hogy nem fogok meggyógyulni, de szerencsére sikerült, és próbáltam úgy teljesíteni, hogy mindenféleképpen itt legyek, hogy behívjanak, sikerült. Nagyon várom az első meccset, hiszen az a legfontosabb, én azt gondolom, de egy nagyon masszív és fizikálisan jó tudású csapatra készülünk. Azt gondolom, hogy az első meccs az nagyban megalapozhatja a csoportban való részünket. Mennyit segíthetett már a felnőtt fociba is vele postult, ezt mennyire kamatoztak még mondjuk egy üzenetes feladatot? Igazából azzal, hogy ugye fejben gyorsabbak a felnőttek, mint egy U17-es játékos, egy úgy gondolom, úgyhogy gyorsabb a játék, és ezzel igazából meg lehet kamatoztatni azt, hogy gyorsabban fog tudni játszani. Mennyiben lesz más ez a csapat, mint amit az Írország, mint amit Írországban láttunk? Azt gondolom, hogy sokkal érettebb lett a játékunk, hiszen sokunk felnőtt bajnokságban tud már játszani, de a mentalitásunkkal nem fogunk változtatni, igazából ugyanolyan keményen fogjuk csinálni. Elsősorban azt érzékelem, hogy a játékosok nyilván az idő múlásával, meg az eredmények hatására bekerültek felnőtt csapatokba. Innentől kezdve felnőtt futballban tudnak erősödni, és ez a játékukra az elmúlt pár hónapban is rányomta bélyeget, tehát sokkal letisztultabbnak érzem, sokkal nyugodtabbnak érzem a játékukat. Ezáltal remélem a csapatjátékunk is előre tud lépni, illetve még az az egy-két dolog, amit ez alatt a rövid idő alatt, a két-három találkozás alatt hozzá tudtunk még tenni. Igen, már itt is próbálunk ráállni, később vannak a takarodók, úgyhogy később van kaja, edzés, úgyhogy próbálunk ráállni, és reméljük, hogy sikerülni is fog. Igazából már nagyon ott lennénk, ugye most pihentünk nem is keveset, inkább pihennénk ma Brazíliába. Milyen unaloműzőt viszel magad a hosszú repülőútra? Hát ugye telefon az mindenféleképpen lesz, meg egy laptopot, hogy valamivel el tudjam ütni azt a röpke 29 órát, amíg utazunk. Lehet veletek szemben elvárás a továbbjutás, vagy ez inkább csak egy remény lehet? Azt gondolom, hogy a csapattal szemben ez lehet elvárás. Ezt ti magatok között is ezt mondtátok ki? Igen, ezt beszéltük, a stábtagok is ezt hangsúlyozzák, meg mi is magunk között, hogy nekünk ez a célunk, hogy a továbbjutás a csoportban.